Június 10-én soron kívüli testületi ülésre hívták össze a képviselőket. A város honlapján megjelent meghívóban 9 napi rendi pont szerepelt. Az első előterjesztés a tiszafüredi rendőrkapitányság kérelmét tartalmazta, mely szerint a helyi rendőrség július és augusztus hónapra anyagi támogatást kér az önkormányzattól, hogy a nyári időszak közrend és közbiztonsági feladatainak ellátásához üzemeltetni tudjon 2 segédmotorkerékpárt. A kérést már korábban szóban is előterjesztette Halmai Ferenc rendőrkapitány. A testület úgy határozott, hogy üzemanyagkártya formájában tudja támogatni a rendőrség munkáját, a 2 jármű nyári üzemeltetését, illetve üzembehelyezését. A testület egy nyilatkozatot adott ki ahhoz a pályázathoz, amelyben a központi költségvetésből a helyi közforgalmú közlekedés fenntartásához szükséges normatívát igényelte. A 3. napi rendi pont a nyári rendezvények megtartásához kapcsolódott, ugyanis szükségessé vált a meglévő mobil színpad cseréje. 3 cégtől érkezett árajánlat egy új mobil színpad beszerzésére. A képviselők véleménye megoszlott ebben a kérdésben, kevesebb költségbe kerül a meglévő színpad felújítása, ugyanakkor itt a nyári idegenforgalmi szezon, tehát gyors megoldást kell találni. A képviselők végül mindkét megoldást támogatták, új árajánlatokat kérnek a mobil színpadra, és azt maximum bruttó 4,1 millió forint értékben. Az önkormányzat megvásárolja, ugyanakkor a Tiszató 2005 Kft. Készítse el a régi színpad felújításának tervét és költségvetését. A 4. napi rendi pontban a képviselő testület rendeletet alkotott a személyes gondoskodás nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjairól a Tiszafüred Kistérség több célú társulás június 6-án meghozott határozata alapján. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal 3 törvényességi felhívásáról, illetve az arra megküldendő válaszokról tárgyalt a képviselő testület. Az egyik észrevétel a telekadóval, a másik a szociális juttatásokról szóló, a harmadik a temetők használatáról szóló rendelettel volt kapcsolatos. A többszöri jogszabályi változás miatt a testület egy új szociális rendeletet alkotott. Spisák György jegyző kiegészítésül elmondta, hogy tartalmát tekintve nem történt változás, csak egységes szerkezetbe foglalták az eddigi rendelkezést. A 9. napi rendi pontban 2 környezet és energia operatív programhoz benyújtandó pályázat ügyében hozott döntést a képviselőtestület. Mindkét pályázat az önkormányzatok és intézményeik energetikai fejlesztésére vonatkozott.